Gyurkovics János beszédében kitért arra is, hogy a forradalom szelében a szekszárdi pártok képviselői minden nézeteltérésüket félretolvást, a várható pozitív eredményekben bízva összefogtak, hiszen a cél közös volt. Egykori polgármesterünk, Vitéz Vendel István így fogalmazta meg a forradalom korának két vezető magyar politikusa közti különbséget. Széchenyi gazdaggá és művelté akartá tenni a nemzetét, mielőtt politikai jogokkal ruházta volna fel, Kossuth politikai jogokat követelt a magyar nép számára, hogy az művelődhessék és gazdagodhassék. Látható, hogy mindketten egyet akartak teát. Az alpolgármester fontosnak tartotta, hogy a helyi eseményekre fókuszáljon, hiszen az ember hajlamos elfeledni, hogy nem csak Petőfiék játszottak kulcsszerepet a forradalom és szabadságharcban. 48-ban, 49-ben olyan társadalmi igény jelentkezett a város lakossága részéről is, hogyha itt a Béla téren körülnézünk, rengeteg épület abban az időben épült meg, és természetesen a szellemiséget se lehet kihagyni, ami a 48-49-et jellemezte. Érett ez a helyzet már az azt megelőző években, de 48-ban lángra lobbant az a eszme, és az az elvárás, ami azt az időszakot jellemezte, de hát sajnos a végkifejletet azt ismerjük, de a múltból építkezve a jelenbe és a jövőbe tekintünk. A szekszárdi Garai János általános iskola tanulóinak színvonalas műsora és az Ariska Brass Band profi zenéje igazán élménygazdaggá tette a rendezvényt. Régi és szép hagyomány a városunknak, hogy nemzeti ünnepeinken és a városi ünneplapokon a város iskolái intézményei adják az ünnepi műsort. Én azt gondolom, aki ma szem- és fültanúja lehetett itt a Béla Király téren a megemlékezés során, a Garai János általános iskola műsorának, az egy olyan fantasztikus produkciót láthatott, amely azt gondolom, hogy az ország bármelyik helyén a legnagyobb állami ünnepségeken is megállta volna a helyét. Március 15-e a Nemzeti Összetartozás napja, ilyenkor az ember bármiféle szubjektív identitás nélkülözve egyszerűen csak magyarnak érezheti magát.